társadalomnak a párvenőségét, sznobériáját, egy társadalomnak az álságosságát gúnyolja ki. Ez egy tökéletes remek mű a Bömböri, és ezért aztán minden remek mű, valahogy mégiscsak nagyon mélyen megérinti egy kor hallgatóságát vagy nézőközönséget. Mára már ez a darab, meg az Oscar Wilde neve is olyan áruvédjeggyé vált, hogy a nézők, akik meg akarják nézni, meg fogják találni egy álságos világi jelképe, tulajdonképpen ez a Bömböri nevű ember ebben a darabban. Minden is magának a dolognak a paradoxona és egyszerre, mint állítás megjelenik ebben a darabban. És hát kell hozzá egy nagyon nagy komolyság, hogy az ember ezt az egészet egyszerre valahogy úgy megértse, nevessen rajta, feldolgozza, levonja azokat a kis saját és szarkasztikus következtetéseket, amelyeket a szerző is megtesz életről, szerelemről, párkapcsolatokról, társadalomról, vagyonról és másról, amiről lesz szó. Hogy vagy, Szilárd, mi újság, mit keresel Londonban? Gyönyöröket, barátom, az ember mindig mindenütt azt keresi. Te már megint eszel, Algernon? Úgy tudom, jobb körökben szokás. Egy kosztümös darabot játszani az mindig nagy élmény. Úgy elszoktunk már parókáktól, nagy ruháktól, attól, hogy hogyan kell beszélni egy ilyen darabban. Ami számomra igen nagy élmény volt, a Nádasdy Ádám új fordítása. Hihetetlen szellemes, nagyon izgalmas volt, még tanulni is. Dohányzik? Hát igen, sajnos dohányzom. Ennek örülök. Egy férfinak mindig legyen valami elfoglaltsága. Túl sok tétlen férfi van már így is Londonban. Hány éves? 29. Nősüléshez éppen megfelelő. Mindig azon a véleményem voltam, hogy egy nősülni készülő férfi vagy mindent tudjon, vagy semmit. Maga melyiket tudja? Én semmit, lédülek nem. Ezt örömmel hallom. Szabad most megkérnem? Szerintem ez remek alkalom volna. És hogy megkíméljen bármiféle csalódástól Völdék úr. Azt hiszem, jó, ha előre megmondom, eltökélt szándékom, hogy igent mondjak. Két érdekes vonása van ennek az embernek. Az egyik az az, hogy amikor Londonban van, akkor Szilárdnak hívják, amikor vidéken, akkor pedig Jacknek. Ezt ugye azért csinálja, mert vidéken nagyon rendes, rendezett, normális életet él. Ő a gyámja egy fiatal lánynak, és kitalálja, hogy van neki egy öccse, Szilárd nevű öccse, állandóan bajba kerül, és azt mondja vidéken, hogy azért jár föl Londonba, hogy az öccsének az útját gyengesse. És itt meg hát tulajdonképpen az élvezeteknek él. Szerelmes lesz egy lányba, és akkor ezért jár föl, hogy itt udvaroljon. Szólok, hogy jöjjön ki, és te szépen kezet fogsz vele. Ugye, Jack bácsi? Úristen! Drága John bátyám! Azért jöttem le hozzátok, hogy elnézést kérjek, amért annyi fájdalmat okoztam neked. Elhatároztam, hogy ezentúl jó útra térek. Jack bácsi, csak nem utasítod vissza a saját testvéred kezét. Semmi sem bírhat el arra, hogy kezdet fogjak vele. Szégyenletes dolognak tartom, hogy ide jött. Hogy miért, azt ő pontosan tudja. Egy kifejezetten gazdag, nagyon jó módú fiatalember, csak kiderül róla, hogy ő nem tudja, hogy kik a szülei, mert őt találták egy pályaudvaron, és egy nagyon jó módú ember találta, és ő nevelte föl, és amikor meg akarja kérni a lány kezét, akkor derül ki, hogy ő tulajdonképpen nem, hogy arisztokrácia soraiból származik, hanem hogy ő tulajdonképpen egy lelenc, úgyhogy nem lehet arról szó, hogy elvegye ezt a lányt. Én nagyon kedvelek, Cecily. Attól a pillanattól kezdve, hogy megláttalak. De meg kell mondanom, hogy most, hogy tudom, hogy Worthing úr gyámleánya vagy, most azt kívánnám, hogy bárcsak, hogy is mondjam, egy kicsit idősebb lennél, mint amennyinek látszol, és külsőleg is talán kevésbé látványos. Ha őszinte lehetne, érlek. Igen. Ha az embernek valami kellemetlen kell mondania, akkor szerintem legjobb az őszinte. Hát tökéletesen őszinte akarok lenni, Cecily. Azt szeretném, ha úgy 42 éves lennél, és a korodhoz képest szokatlanul csúnya. Fiatal lány, aki álmodozik a szerelemről, illetve egy férfiről, aki meg is jelenik a darab folyamán. És neki van egy nagyon határozott elképzelése, hogy milyen ez a férfi, erről naplót ír, és ehhez mérten képzeli el az egész életét, tehát egy ilyen regényes életet képzel magának, és nem is nagyon tetszik neki, mikor ez nem egyezik a valósággal.
jómódú családból származó lány, és hát gondosan nevelik, tehát mindent megadnak neki. Tehát ő egy úri kisasszony, csak hát egy elzárt környezetben él, nem nagyon érintkezik emberekkel, csak a gyámjával, és hát a nevelő nőjével, és a tiszteletes úrral. Nagyon ambiciózus, ezért is ír naplót, biztos sokat olvas, mondjuk ilyen lányregényeket, és abból merítkezik, és hát ő megteremt egy ilyen kis fantáziavilágot magának, és hát az az érdekes, hogy egyszer csak betoppan egy fiú az ő életébe. Ugye soha többé nem bontott fel az eljegyzésünket. Hogy tudnám fölbontani most, hogy már megismertenek? Meg aztán van még valami. Ne neves ki, drágám, de nekem mindig a féle kislányos álmom volt, hogy Szilárd nevű ember szeressek. Van ebben a névben valami, ami feltétlen bizalmat ébreszt az emberben. Én csak szánni tudom azt az asszonyt, akinek a férjét nem Szilárdnak hívják. Ez az arisztokrácia diszkrét bájához tartozik, és ami mögötte van. Vígjátékot játszani nagyon jó, de nagyon nehéz is. Nekem azért különleges egy kicsit ez, mert hát ez egy nagy szerep, és nagyon boldog voltam, hogy én ezt eljátszhatom. Tehát a világot hozzá kell ideszteni a mi kis ideáinkhoz. Elképesztő humor van tényleg az Oscar Wilde-nek, és neki nagyon jók ezek a görbetükrök, amiken keresztül megmutatja ezeket a szereplőket. Kedves unokaöcsém, úgy vélem kissé vulgárisan viselkedsz. Nem érdekel, Augusta néni. Életemben először végre rájöttem, hogy Szilárdnak kell lenni.